Sziasztok, sziasztok! Nem Gábor Lázs, és most ért véget az Apple-nek a keynote-ja, ami azt jelenti, hogy bemutattak új termékeket, egy új órát, új telefonokat, meg új iOS 11 rendszert. Ebben a videóban csak az iPhone 8 és iPhone 8 Plus-ról fogok beszélni, érdemes iPhone 7-ről váltani, a többi kisebb iPhone-ról nincs szó, hanem az, hogy mik a változások az iPhone 7 és az iPhone 8 meg a 8 Plus között, 7 meg 7 Plus között is persze, és hogy miért kapta ezt a nevet egyrészt, meg persze érdemes-e 8-as helyett X-et venni, azt is röviden megemlítem, de lesz egy külön X videó, ahol arról beszélek, csak is kizárólag is, hogy érdemes-e inkább 8-at vagy X-et venni, ott is még egyszer külön elmondom. Rámentek az Apple weboldalra, most félig azon fog végigmenni, hogy látjuk majd, hogy itt van a szép 8-as, és van három szín, most már csak arany van, ezüst és fekete, megszűnt a Jet Black, azért mert üveghátlapja lett a készléknek, tehát mindegyik készléknek csillogó hátlapja lesz, ami új lejomatoknak nem ideális, persze, de az iPhone 8-nak továbbiakban, meg a Plusnak is van egy új lejomató alsója elől, és csak a Plusnak van egy dual kamera lencséje, amivel tudunk továbbiakban zoomolni is. Ezt miatt, hogyha lentemények látjátok előről is, ugyanúgy néz ki előről, fehér az arany meg az ezüst változat, és a fekete változat ugyanúgy fekete lesz majd előről. Megkapott üveghátlapot azért nem hinném, mert hogy olcsóbb, hanem azért, mert az Apple bele akarta végre hozni azt a funkciót az iPhone-ban, amit sok másik gyártó is már használ, nem csak a Samsung, hanem az LG is, meg sok másik gyártó is már gondolkozik rajta, meg már csinálja azt is, hogy lehet belerakni olyan technológiát, hogy kábel nélkül lehet feltölteni. Ez én szerintem azért érdekes, mert attól vízhatlanok lettek az iPhone 7-tel a telefonok, amiket az Apple most már gyárt, nem tudjuk minimális feltölteni, utána kijövünk a vízből belőle, vagy használtuk úgy, hogy vizes, nem tudjuk bedugni az áramba, de kábel nélkül fel tudjuk tölteni, látjátok is, elég szépen gyorsan majd a standard, wireless Qi standarddal tudjuk majd feltölteni a telefonunkat, ami azért főleg jó még, mert persze nem kell új töltőt venni, hogyha már van nekünk egy ilyen töltőnk az Samsung telefonunkhoz, a Nokia telefonunkhoz, vagy más készlékhez, ami már tudott ilyet. A képernyő méretek meg felbontások nem változtak, még mindig 4,7 és 5,5 inch, a telefonok sem változtak méretben egyáltalán, csak most már üveg a hátlapuk, pont ezért a kábel nélküli töltés miatt. Itt, hogyha tovább menjünk, akkor látjátok, elvileg kicsit jobbak a színek, több a színnek a kifejezési lehetősége, mert sötétebbek a pirosak, világosabbak persze a világos színek, és így tovább, de még mindig retina képernyőnek hívja, csak most már retina HD képernyőnek, látjátok, hogy mindig kettő meg egy lencsés a kamera, a kettő lencsés pluszban kamera, egy optikai képstabilizátoros kamera van benne, ami f2.8-al, meg 1.8-al tud majd fotót lőni, az 1.8-al, hogyha rövid távolságra lövünk fotót, és zoomolunk valamire optikailag, akkor átvált a második kamerára, és akkor 2,8-al kicsit sötétebb fotókat tudunk általában lőni, vagy sötétben nem tudunk olyan fotókat vagy videókat lőni általában, de még mindig jó lesz. A sima méretű kis iPhone-nál is van optikai képstabilizátor, csak persze már nem tudunk zoomolni. Van Portrait Lighting, tehát egy pár új fotós funkciós van benne, amit már külön a bemutató videóban megmutatok nektek, és persze új processzorunk is van, amivel még gyorsabb a készlék, és most már tudunk augmented reality játékokat is majd realizálni, ami azt jelenti, hogy 30%-kal gyorsabb lett processzor sebességben, hogyha játékot nézzük, a készlék az A11-es chip, és így például olyan játékokat, amit egy dinoszaurusznak az igazi világba, például a kamerán át könnyebben tudjuk majd realizálni ezzel az új készléket. Látjátok például, hogy egy robotot raktak egy igazi kosárlabda pályára. Ez hogy fog nekünk segíteni, és mit fogunk majd ezzel pontosan tudni csinálni, az majd még kiderül, arra kíváncsi leszek, és még mindig wireless chargingról van szó itt a weboldalon, mert persze ez a nagy újdonság, és persze iOS 11-nek van egy pár új funkciója is, mint hogy még egyszerűbb lett az iMessage, amit most már nem iMessage-en kívül, hanem sima Apple Messages-nek, az Augmented Reality-t már említettem, és persze vannak új tokok is, mint mindig, és hogy említettem, van fekete, arany, meg ezüst szín, amiből tudunk választani, és hogyha még egyszer most itt rámegyünk arra, hogy érdemes-e új iPhone-t venni az összehasonlító oldalra, hogy látjuk majd, hogy itt van a 8, 8 Plus és a 8X, és mindegyiknek ugyanolyan felbontása van, persze a 8X a legnagyobb képernyőjű, de nagy a képernyője, de olyan kicsi igazából, mint a sima iPhone 8, nem mint a 8 Plus, mert nincs széle a képernyő körül, tehát ilyen szempontból szerintem persze mindig érdemes olyan telefont venni, aminek vékony a széle, hogy nagyobb képünk van, és egyszerűen még ugyanúgy tudunk majd szépen vele dolgozni minden napokban, csak persze több képernyő felületen,
Nehezebb elérni persze a gombokat néha a tetején, de hát gesztusokkal ezt az Apple meg tudta oldani, és aki attól fél inkább, hogy eltörik majd a képernyője, az inkább ne vegyen ilyen készléket, aminek nincs széle, főleg akkor, hogyha tok nélkül kell használni. Ami hátránya az X-ben az, hogy nincs ujjamutolvasója, de van ilyen kamerája, ami felismeri az arcunkat, ami elvileg nagyon jól működik, tehát ezt nem tudom, hogy pozitívum vagy negatívumnak lehet-e venni, és mindegyiket 64 és 256-os GB-os verzióban lehet venni, tehát nincs már 32-es, 64, 256, ez a kettő opció van. 128-at kihagyták, nem tudom, hogy miért, de megértem olyan szempontból, hogy a 256-os GB-os chipek is már nem túl drágák, de meglátjuk, hogy mi az árkülönbség, azt még nem kerestem ki. 8 plusz az elvileg 699 és 799 dollárnál kezdőnek, és nem 899, hanem 999 dollárnál lesz majd a OLED-es képernyős X. Azért 200-al drágább, nem csak 100-al, mert a képernyő nagyon drága, új technológia van persze a képernyő körül is, nagyon sok szenzor van a tetején benne, ami nincs benne a 8 meg a 8 pluszban, ezek mind extrába kerülnek persze, meg egy különleges telefon is, azért az Apple mindig persze szeret különleges árat is kérni. Forintba átszámolva, még nem tudom nektek megmondani pontosan, mert két év múlva jelenik meg csak Nyugat-Európában, meg a további világrészekben, de kb. 350-60 ezer forintnál lehet az X, hogyha rászámoljuk meg a magyar áfát, és különben persze a többi telefon is olyan 300 és 270 körül ezer persze forint körül lesz majd, de ez csak satszolt ár tőlem. Ha azt nézzük, hogy milyen méretűek a készlékek, igen, a X az egy pár milliméterrel magasabb, meg szélesebb, 5 milliméterrel magasabb, tehát egy fél centivel magasabb és egy 2 milliméterrel szélesebb, de vastagságban is vastagabb az X, 7,7 milliméter, 7,3 milliméter vastag a plusz, és csak 7,5 a plusz és 7,3 a sima. De súlyban 148, a sima iPhone 8, 202 g a plusz, és 174 g az X. Miért elmondom azt is, hogy érdemes-e 7-est vennie még, vagy nem. Különben minden ugyanaz, a kamerában egy kicsit jobb az X azért, mert hogy abban alapból kettő kamera van benne, és hogyha messzebbre fotózunk, ott jobb az Aperture f2.4 értéke, nem 2.8, tehát kevesebb fénynél még jobb fotót tudunk csinálni elvileg, de közelre mindegyiknek f1.8 az első kamerája, 12 megapixellel, úgyhogy teljesen mindegy, mindegyiket tudunk 4K-ban 60 frame-es felvételt csinálni, vagy Full HD-ban akár 240 frame per másodperces felvételt is, ami eléggé durva, hogyha jól olvastam, vagy jól emlékszem. Mondjuk itt most csak 60 frame-ről jön a Full HD-ban, akkor elnézést, de nem, itt van, igen, Slow Motion Videos, 1080p, 120 meg 240 frame-el is tudunk. Az nagyon-nagyon-nagyon menő, mert például, ahogy tudjátok, a Sony már 960 frame-el is tud felvenni, de az csak 720p-ben van. Tehát az még négyszer olyan lassabb, úgymond a videó. És különben persze az X-ben vannak ezek az animojik, de most beszélünk arról, hogy érdemes-e 7-es helyett 8-ast venni. Szerintem azért nem érdemes, hogyha most akartok 7-es venni, 8-as venni, mert a 8-as csak gyorsabb processzorral rendelkezik, egy kicsivel jobb kamerával azáltal, hogy gyorsabb a processzor, mert van ez a 4K 60fps, meg Full HD-ban lassabb felvételt tud felvenni. Ezek persze nagyon jó dolgok, de ezek jobban is merítik az aksit is, nem lettek új aksik belépítve, nem nagyobb a ház, meg minden igazából egyértelműen ugyanolyan. Tehát a 7-es valószínűleg jobban bírja az aksi idejében. Persze most már van a fast charging az új iPhone 80 meg X-ekben benne, meg a wireless charging nekem elhihetitek, van a 6-os, 7-es, meg 8-as Samsungban már volt ilyen, tehát 3 éve használhatnám, sőt a Nokia-nak már van 5 éve is, azt hiszem a 920-asban volt az először benne a Lumia-kban annó, egyikben sem használtam, mindig jó ötlet volt az, hogy az ágyam mellett ott van egy kis wireless charger, oda dobom a telefont vagy az asztalon, oda dobom és akkor majd tölti, soha nem használtam valamiért. Talán azért is, mert nekem volt egy-kétszer olyan, hogy nem raktam jól oda, megvártam, hogy sípold, aztán elcsúszott, és aztán nem töltötte meg ilyenek kábel, egyszerűen biztosabb az ember, hogyha reggel fel kell, akkor fel is van töltve a készlék, és nem kell egész nap azon aggódni majd, hogy fel van-e töltve. Ami nem szabad elfelejteni, például az új iPhone-ban van Bluetooth 5 is, ami azt jelenti, hogy kettő készléket tudunk egyszerre például zenét kiadni. Ez felhatóknál érdemes, szerintem mindig gondolatban tartani, hogy ez
nagyon jó dolog, és különben mi az 7-es és a 8-as között még a különbség? Hát persze az ár, ahogy most említettem, 300 és 250 ezer forint között lett a 8-as, meg a 8 plusz majd kb. Forint árban, és egy 150 ezerért szerintem már simán lehet venni majd egy 7-est, és a 7 plusz meg egy 180-90-200 ezer forintért is simán, attól függ, hogy persze mennyi gigabájttal, milyen állapotban van, meg ilyenek, tudunk majd venni garanciával. Heteseket, és hogy említettem, hátránya nincs hetes venni, mert a kamera technológia az ugyanaz, 12 megapixel, 4K-t azok is tudtak már, lehet, hogy nem olyan gyors felvétel, de az általában minden napokban nekem érdekes, mert én videót csinálok, de nektek annyira nem, és különben meg kábel nélkül töltés nem kell, mit tudott még, tovább az aksia nem bírja, vízhatlan eddig is volt a hetes, az, hogy üveghátlapja van, meg hogy fém hátlapja van, az meg szerintem a fémnek még egy kicsivel jobb a tapintása, és nem csúszik annyira, és egyszerűen már sokkal több tartozék is van amúgy a heteshez, úgyhogy azok is olcsóbbak, tehát összességében, hogyha most úgy döntetek, hogy új telefont akartok venni, és nem kellene nektek ezek az nagyon új funkciók, amik annyira amúgy nem is újak, csak kicsit update-elve lettek a 8-asra, hogy máshogy néz ki meg ilyenek, amúgy ezért is kapott új nevet, vagy ezt is végigviszem az első mondatomat, nem érdemes szerintem 8-as venni 7-es helyett, hogyha nem kell nektek feltétlenül az új kamerafunkció, meg a kábel nélküli töltés, akkor teljesen felesleges, és azért lett 8-as a neve, nem 7-es, mert új a design. Mindig, hogyha új a design az Apple-nél, akkor egy új nevet adnak, hogyha mindig egy S-t adtak mindig a végén a nevének, akkor azt jelenti, hogy csak egy kicsit csinálták jobbra, ami itt is elvileg az eset, csak kívülről máshogy néz ki, ezért 8-as lett a neve. Az X-nek meg azért X a neve, mert hát 10 éve volt az első iPhone-nak a bemutatója, de arról van egy külön videó, ahol ugyanígy elmondom a különbségeket, érdemes-e váltani vagy nem. Úgyhogy köszönöm, hogy benéztetek, nevem Gál Balázs, külön még az iOS 11-ről is elmondom, hogy miket kell tudni, tehát érdemes a tech videót nézni, legközelebbig ne felejtsetek feliratkozni, és sziasztok!